Na hát ilyen felvezetés után, ugye be is mutattuk, el is mondtuk, hogy Brenner Kolomann a vendégünk, a Jobbik országgyűlési képviselő. Engedje meg, hogy még egyszer idézzem az önposztjának ezen mondatát. Jó reggelt, igen. A néppárti Jobbik felszólítja a fideszes kormányt, hogy hagyjon fel értelmiség és jog, tudásellenes politikával, és jutasson a mainál több forrást a felsőoktatásnak, és adjon végre 21. századi válaszokat a kor kihívásaira. Ez csak egy kiragadott mondat az ön posztjából. Ez egy hosszú poszt. Igen, hosszú poszt. Elég konkrétan meg is mondom, hogy mire gondolok. Igen, igen. Tudja, azon gondolkoztam, amikor olvastam tegnap ezt a posztját, hogy miért nem a választás vereségéről, a Jobbik vereségéről írt ki egy olyan posztot, amiben, nem tudom én, azon elmélkedik, vagy arról elmélkedik, hogy hogyan jutottak el idáig. Én azt gondolom, hogy ez a kérdés kiemelten fontos hazánk szempontjából, és egy politikusnak ez a feladata, az pedig, hogy a Jobbik eredménye milyen belső elemzési folyamaton esik át, az nyilvánvalóan egy másik műfaj. Egyébként erről is írtam egy hosszabb anyagot, amit belsőleg mi már vitattunk, és egyébként nem sokára meg fog talán jelenni a Magyar Hangba is, szerkesztő úr, tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy csak az egyiket lehet csinálni, hanem csak a másikat, hanem azt gondolom, hogy a 21. században, a tudás és az információ évszázadában a magyar polgárok jóléte és szabadsága szempontjából ez az egyik kulcskérdés, és ebbe a fideszes kormányzat elmúlt 12 éve nagyon nagy mulasztásokat okozott. Amikor ezt a posztot láttam, amit egyébként a Jobbik oldalán is megosztottak, nekem is megakadt ezen a szemem, de egy kicsit más miatt, amire a Robi hivatkozik. Hogy a néppárti Jobbik felszólítja arra a fideszes kormányt, hogy mit csináljon, hashtag Jobbik, hashtag Magyar Néppárt, hashtag Oktatás, 180 like jött egyébként a Jobbik központi oldalán erre a posztra. Ez azért nem egy izmos elköteleződés, vagy like szám. Nem pont ugyanazt csinálják, amit az elmúlt 4 évben, és ami a 4.-2.-3-hoz vezetett? Szerintem nem. Szerintem egy normál működésben nekünk kötelességünk alternatívát mutatni. Tehát azt gondolom, hogyha én azt mondom, hogy a Jobbik jobbközép nemzeti pártként kiemelt nemzetstratégiai ágazatként kezelni az oktatást, és ezért a büdzsében, a Fidesszel ellentétben több forrást juttatna az oktatásra. De ezt elmondták eddig is, a kampányban is, és ide vezetett. Én nem gondolom, hogy ez vezetett ide. Az, hogy a kampány milyen hibákat követett el, a miniszterelnök jelölt milyen hibákat követett el, a háborús pszichózis, putyini típusú dezinformációja a Fidesz részéről mit okozott a választópolgároknál, ahogy említettem, részletes elemzések szerintem most születnek a napjainkban is, ez nekünk feladatunk. De valamiért ezek a három bekezdéses, hosszú körmondatos üzenetek nem nagyon mennek át. Én azt gondolom, hogy ez nem egy hosszú üzenet, hogy ha nincs jó kiemelkedő oktatás, nincs jólét. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, amit bármelyik magyar polgár megért, hogyha nincs az a 21. századi modern tudás az ő birtokában, vagy az ő fia, az ő unokája birtokában, akkor a 21. század kihívásainak digitalizáció, robotizáció teljesen meg fog változni a világunk, nem fognak tudni megfelelni a magyar polgárok, és kiszolgáló személyzetei leszünk a multinacionális cégeknek, ahogy azt egyébként a Fidesz politikája. És lehet, hogy annyira nem zavarja, mert ott van a fix állása, ott van a beszállítói kör, ott van a német autóipar, és van biztos állása. Digitalizáció, robotizáció. Ezekkel kampányoltak vidéken? Nem ezzel kampányoltunk vidéken, de ezzel is kell foglalkoznunk. Tehát én azt gondolom, még egyszer mondom, tehát ez így nagyon jól hangzik, szerkesztő asszony, így egymással szembeállítva ezt a kettőt. Valójában nem velem vitatkozik, hanem a választási eredménye. Én nem a választási eredménnyel vitatkozom, annak nagyon részletes és nagyon más okai vannak, nem pedig az, hogy mi igyekeztünk felhívni a figyelmét a magyar társadalomnak azokra a valós problémákra. Igen, én a hogyan vitatom, meg a hogyan vitatjuk, hogy ez a legjobb módszer. Én nem szeretném, hogyha most Brenner Kolomannal, nem tudom én, ilyen veszekedés lenne, vagy ilyen erősebb vita. Érthető persze a mi részünkről, újságírók, kérdezők részéről az a folyamatos kérdés, feltevés, hogy mi a válasz az ellenzéknek arra a hatalmas kudarcra, amit elszenvedtek 3-án. Erre valószínűleg a választópolgárok még jobban várnak egyébként, mint mi műsorvezetők, és ez akárhogy is nézzük, ma 21-e van, 3-án volt az országgyűlési választás, azóta senki nem mondta meg tulajdonképpen, hogy ki a hibás, és hogyha Karácsony Gergelynek, nem mintha az ő kijelentéseire mindig úgy kellene reagálni, jaj, a főpolgármesternek igaza van, de ő is azt mondta, hogy ha valaki ebből
nem vonja le a megfelelő következtetés, mint is mondta, hogy ez pszichopata? Igen, azt de azt mondta, hogy köztünk nincs ilyen. Tehát ez hozzátette a következő filmben. Nem ezt láttam, én azt gondolom, hogy minden egyes ellenzéki párt, így a Jobbik is, másnap megkezdtük a feldolgozását ennek az eredménynek, elnökségülésünk volt, választmányülésünk volt. Mi lett ennek az eredménye? Tehát azt végigelemeztük, hogy milyen okok vezettek például arra, hogy nagyon szoros eredménnyel, de mondjuk 3 egyéni helyről lemaradt a Jobbik. Az, hogy bármelyik mérőszámot, ha néztük, bármelyik, még a Mediánt is, aki ugye ugyanaz történt, mint 2018-ban emlékeznek rá, hogy néhány nappal a választás előtt kijött, hogy 2/3 lesz a Fidesznek 2018-ban, és mindenki azt hitte, hogy Jézus, már ez nem lehet. Most ugyanez történt, és még ott is 40%-on állt a közös ellenzéki lista. Mi jobbikosok arra tettünk fel nagyon sok mindent, bevállalván azt, hogy egy közös listára rámegyünk. Szerkesztő úr megnézheti, a Magyar Nemzetnek adtam 2020 őszén egy interjút, ahol én egyébként a két lista mellett érveltem, tehát ezt azért a történelmi hűség kedvéért jegyezzük meg. De az akkori folyamatokban ez volt benne, hogy ebbe az irányba mozog a 6 együttműködő ellenzéki párt. És azt láttuk, hogy ha mondjuk ez a 40%-os eredmény körülbelül jön a közös listára, és nem húzza le a kiváló jobbikos jelöltjéket. Én jelezném, hogy Ander Balázs 9%-kal kapott többet, mint a közös lista. Steinmetz Ádám szintén. Rig Lajos 10%-kal kapott többet, mint a közös lista. És ha a lista megtámasztja a jelöltjeinket, akkor nekünk most nem 10 fős képviselőcsoportunk van, hanem 18 fős képviselőcsoportunk. Tehát én arra utalnék csak, hogy mi megkezdtük a részletes feldolgozását ezeknek az eredményeknek, és le fogjuk vonni a konzekvenciát. Igen, ezt értem, és az tényleg máshonnan is jött, hogy a központi kampány az nem húzta felfelé az egyéni jelölteket, hanem legalábbis hát néha gyengítette is. Viszont amikor Jakab Péter a választás másnapján arról beszél, hogy majd itt a gazdasági válság az elsodorja a kormányt, és a Jobbik készen áll arra, hogy átvegye a kormányrudat, de azok irreális mondatok egy ilyen választási vereség után. Ebből tűnik úgy, mintha ott folytatnák, ahol abba hagyták a kampányban. Ezt a fél mondatot, ezt értem, hogy lehet így értelmezni, hogy azt szerkeszt azt, hogy mondta. Szerintem Jakab Péter elnökünk arra utalt, hogy olyan idők jönnek, amik nagyon komoly szociális és gazdasági válságot okoznak hazánkban, sajnos, és ebben benne van az elmúlt 12 év kormányzása. Róna Pértet idézném, ugye a Jobbik államfő jelöltjét, aki azt mondta, hogy például 5000 milliárd forintos megszorítás lesz a Fidesz részéről. Utalnék arra is, szerkesztő úr, hogy a 2010-es kormányzás elején a Fidesz megszorított, csak akkor Szél Kálmán Ternek hívta. Tehát azt gondolom, hogy előfordulhat olyan, hogy egy monolitnak tűnő rendszer nagyon hamar megborul, és azt gondolom, hogy nekünk most ellenzéki pártoknak első körben nagyon komolyan fel kell dolgoznunk ezt az eredményt, ezt mindenki teszi, de utána nekünk mutatni kell alternatívát, hogyha úgy alakul véletlen a helyzet, akkor kormányozni is tudjunk. Köszönjük tehát kormányzó képességnek kell mutatkoznunk. Köszönjük szépen. Jó, azért nehéz lehet erről az ellenzéknek egyébként most így beszélni, én ezt megértem. Tovább kell benni, bocsánat, elnézést kérek Brenner Kolomantól, csak ugye a szerkesztőink is szóltak meg. Sándorfi Balázs vár már arra, hogy beszélgessünk fel a bankmonitor.hu részéről.